A Tebeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke köszöntötte a Magyar Falu programon elnyert 6 millió forintból felújított tűzoltóház átadójára érkezett vendégeket. Az épületet a település önkormányzatától kapta a szervezet. Arra is törekszünk, hogy a helyi embereknek adjunk munkát elsősorban. Sikerült ezt így megvalósítani. Ezek voltak a fő terveink, amit most itt látnak. Egy kis raktár, ahol tűzoltó felszerelésünk nagy része van, bevetési ruhák, sisakok, különböző eszközök. Egy közösségi tér, ami egyben oktatóterem is. Emellett vizes blokkokat és konyhát is sikerült kialakítani az épületen belül, az alsó szinten pedig a garázs kapott helyet, ami a karbantartó térként is funkcionál. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, példaértékű, hogy a 2019-ben újjáélett Tebeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelentős fejlődésen ment át. Mintegy 25 egyesülettel van a hivatásos tűzoltóparancsnokságnak együttműködési megállapodása, köztük Tevellel is. Ráadásul Tevelnek 2020 márciusától már egy kettes típusú együttműködési, második kategóriás együttműködési megállapodása, ami azt jelenti, hogy beavatkozó személyzettel is rendelkezik. Több mint 26-an tettek eddig már a szakfeladat ellátására 40 órás tűzoltó alaptanfolyami vizsgát és végzettséget szereztek. A szervezet tűzoltóinak további oktatására, csapatépítésre, valamint az utánpótlás nevelésre is alkalmas lesz az új tűzoltóház Tevelen.